fél hét, tehát a mai próbestén nem tudok. Akkor viszont... Nem tudom, menjünk ki, az folyosóra jó az idő, és Alihó Vajda Robert vagyok, másik nevemben Mordechai Ben Avrohom. És a Budapesti Zsidó Színháznak vagyok így az összekültője, rendezője, vezetője. Ez a társulat 5 éve működik, most ünnepeltük az 5. születésnapot, úgyhogy most már 5,5. Az elmúlt évben létrehoztunk 43 egész estés színházi előadást, meg kisebb performance-eket, fellépéseket, ezt azt. Ebben az évben Isten segítségével 6, szóval reméljük már lesz olyan 60-63. Jelenleg a repertoárunkon van félre rakva a Cseresznyéskert, de van a Játék a kastélyban, a Hunkurunka vagy a Szemérmes nem tanul, van két stand-up comedy-nk, van a Mit felejtek ki, a... Ja, hát most készül a Jónás könyve, aminek Isten segítségével Lagbaumerkor szeretnénk a bemutatóját megtartani, május 22-én. Madám, hát tényleg nagyon régen voltunk itt. Egyiptomban, képzelje el, valami járvány van. Képes volt Egyiptomban. Hónapokat állítottak Alexandriába kikötő előtt, mert járvány. Jaj, és ezek az etruszkok. Ezek a kurva etruszkok. Jó, etruszkok is, az is van. Jó, hívej, ez van, de fiúknak mindenem tudom, hogy szeretem fiúkat. Maga itt a gondolat. Maga itt a gondolat. Mit csinál? Jaj, édes, jaj, menj, jaj. Senked az ő nagyon jó, hogy van egységesnek. Mi van, bazd meg, mi van? Te neked kell senked? Nem, de valahogy nem szeretném mégis. Mit nem szeretném? Mi a légy vagy, bazd meg? Mit a neked legyen? Mi a légy vagy, bazd meg? Mit a neked legyen? Mi a légy vagy, bazd meg? Első repertoár évadunk, úgy igazándiból. Ez a színház egy zsidó közösségi színház, az a célja, hogy jól érezzük magunkat, ti is jól érezzétek magatokat, érezzük jól egymást, és hát zsidó közönséget termeljünk, és kultúrát termeljünk, legfőképp. Kérdezte Attila, hogy mik a repertoár választásnál a szempontok. A létező legelső, ami minden underground színházban ilyen első szempont, az, hogy melyik rendezőnek mihez van kedve. Tehát, hogy kit mi iklet meg. Én nagyon gyakran, most másodszor is rányomulok az ilyen bibliai történetekre. Tehát volt a Purim Spiel, amit én írtam az Eszter könyvéből, és most ezt középkori kommentárok alapján a Jónás könyvét dolgozzuk éppen fel. De például a Gábor Péter Jeti, ő a Játék a kastélyban, tehát Molnárt, tényleg az asszimilán zsidó kultúra ilyen emblematikus alakját választotta. És a Játék a kastélyban, ami abszolút nem zsidó, vagy éppen amikor megcsináltuk a workshopot, abban meg a jelenlegi korosztályos problémáinkra reflektálunk, a gettókocsmákról beszélünk, a promiszkuitásról beszélünk, a zsidó közösségnek erről a furcsa virtuális zsidótérről, vagy nem is annyira virtuális zsidótérről, az IVIV-ről, a körülmetélkedésről, és a rengeteg ilyen csajozós, pasizós éjszakás történetről, efélékről. Emellett a Jankovics Petinek csináljuk a stand-up kamiadíjait, az egyik ugye az egy Alma Frankos naplója, valamint a Sose felejtem el, vagy egy diplomás büfészínész feljegyzései. Címmel ezek is futnak, pluszba, hát vannak ilyen kisebb performance-ek vagy cuccok, amikkel fellépünk ebben az évadban, még őszre szeretnénk, lesz egy Isten segítségével egy workshopunk, most úgy néz ki Szász János vezetésével, talán egy ilyen közös, marommal közösen szervezett fesztiválon, és ezen kívül mit felejtek el? Ja igen, ezen kívül őszre szeretnénk bemutatni Töppler Zoltán Hardcore című darab, friss kortárs magyar drámáját, amit Sebő Feri fog terv szerint rendezni. Hát nem tudom. És nagyon szeretnék én megrendezni egy Békéspál darabot majd Debrecenben, Hanukára a félőlény. Szerintem nyomjunk egy pauzát és menjünk arrébb. Pontosan mi is ez? Miért a kérdés? Menjünk be, mert másként fog menni a körülbelül. Pontosan. Esélyt. 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 Esélyt.
Akkor most, akkor itt fogok jönni egy picit csendet. Jó? És akkor itt... Igen, így értettem én is. Tagok létszám, hát olyan változó, 10-15, körülbelül 10 játékos, 10 színész és 10-12. És hát olyan 2-3-4 technikai munkatárs, tehát informatikus, a honlaphoz, a diszlet, a fénytechnika, meg ilyen ember, aki amikor pakolni kell, akkor segít. Plusz hát van ugye az adminisztrációnál egy ember, tehát hogy így mindent csinálunk. Tulajdonképpen ezért senki nem kap jelenleg fizetést, mindenki társadalmi munkában csinálja, amit csinál. Reméljük ez idővel változni fog. Ha nem, akkor meg nem, de azt gyanítom, hogy változni fog. Dolgozunk, van közönségünk, vagytok ugyebár egyre többen, remélem, hogy ezt folytatódik. De hát, hogy folyamatosan attól változik, attól van egyre több néző, egyre több darab van, egyre jobb darabok vannak, egyre, tehát azt gondolom, hogy szakmailag is egyre inkább elfogadnak minket, egyre képzettebb kollégákkal dolgozunk részint azért, mert az alap törzsbanda az kikupálódott, tehát azok is, akik kezdetben abszolút minden képzettség nélkül kezdték a munkát, Fehérvári Andrés, az Orosz Eszter, a Koltai Zsuzsi, mondjuk az Orosz Eszternek valami volt. Hát az Orosz Eszter azóta most diplomázik dramaturgként, és hát a Zsuzsi, meg a Fehérvári Andrés is már 5.-6. darabját csinálja itt. Meg hát ugye vannak kollégák, akik bejönnek, tehát mondjuk egy Láván Kati, aki X évtizede színházat csinál, és underground színházat, ő volt az Ereskinet színház megalapító igazgatónője, hát nyilván egyre képzettebb kollégákkal dolgozunk, mert egyre inkább vállalható dolgokat csinálunk, vagy jó dolgokat, azt remélem. És ennél fogva egyre jobb produkciók vannak, egyre többet tud egy darab futni, mert egyre több néző tud róla. Tehát, hogy mit tudom én, oda voltunk a Tartüffnél, ami így az áttörés volt a 11 évben 17 előadástól. A Cseresznyéskert, ami ugyanúgy én rendeztem, és ezért van merszem azt mondani, hogy hát nem volt olyan jó, mint a Tartüff, vagy nem volt annyira egyértelműen sikeres, ugyanúgy viszont megélt 27 előadást. Ez nyilván azért van, mert nyilván ezek a dolgok egymásra épülnek, és aki mondjuk látott egy Hunkurunkot, annak lehet, hogy nem fog tetszeni a játék a kastélyban, de eljön megnézni, és akkor azt mondja, hogy ja, hát láttam egy olyat, ami olyan trendibb cucc volt, meg úgy jobban nekem szólt, és utána láttam magvas irodalmat dobni az arcomba bele a jegyemért, és akkor úgy tudom, hogy itt mindenféle különböző dolgok vannak, ezeket a különböző dolgokat megnéz, érdemes megnézni. Úgyhogy ezért alakul az, hogy egyre több nézőt ér el egy produkció vagy egy darab. Mert egyre többet dolgozunk. De azzal hozzuk előre magunkat, hogy tényleg a csaj kezdjen ki veled. Tehát, hogy te elnéző, csak elkezd, nem kell beszélni. Attól van meg az erő, hogy elkezded fixírozni. Most, hogy így, ez van, hogy hell. És csak így nézed, és így, aha. És majd utána, hátulra... Persze, hogy megbírom, hogy úgy is utána, hátulra... Persze, de ettől függetlenül szeretnénk is próbálni, és te nyomulsz rá, hogy a gruppen van... Nem csak, hogy nem kell várnom azt, hogy az legyen a szó, tehát hogy ő elkezdi az elkuszkokat, mert különben ő előbb reagál rá, mint hogy elkezdi mondani a szövegét. Szerintem ő foglalkozik a saját céljával, még azt is megpróbálod, hogy mielőtt jönne, hamarabb kihúzod a szardot, Zsuzsi Léksi. Hamarabb kiúzod és elkezded grupeon, majd az, hogy jaj, de kicsi, ja, az etruszkokkal, ez meg, az meg, az meg, és az van, hogy te meg a csacsogsz, de azt meg túlüvöltöd az etruszkokkal, mi van? Jaj, ez van az etruszkokkal, hát mennyi vagy. Ez egy underground színház, ez klasszikusan egy büszke underground színház, ami így azt gondolom, hogy így azt gondolják a kollégák is, hogy ez ennek pont annak kell lenni. Ami érdekes kérdés a magyar zsidó kultúrában, mi számít undergroundnak, mi számít mainstreamnek. Egyre inkább érzékelhető jelenség, hogy még mindig undergroundnak hívunk dolgokat, amik adott esetben több embert mozgatnak meg, mint az úgynevezett mainstream vagy professzionális megfelelőik. Hát ez így alakul. Úgyhogy jelenleg ezeket az underground és mainstream kifejezéseket, ezeket oly sokat használják, én inkább mégiscsak mellőzném, mert gyakorlatilag annyira hazugság alapú, és annyira így politika fertőzött, hogy így
tojni kell bele és csinálni a dolgunkat. Egyébként, ha tetszik, akkor inkább underground vagyunk. Tehát, hogy senki ne akarja, hogy jaj, hát akkor mi most mainstreamnek kommunikáljuk-e magunkat, a francokat, közösségi színház vagyunk, van közösségünk, van közönségünk, van darabunk, vannak darabjaink, van mondani valunk, az meg, hogy mi az underground, meg mi a professzionális, meg mi a szakmai, meg mi az, ez erről lehet beszélgetni. Egyébként van beszélgetés műsorunk is, ahol különböző, most Szász János volt, Schilling Árpád, Kezdi Gyuri bácsit tervezünk, hogy jön meg, Igor Attila volt, és tervezünk, hogy Vajdai Vili, tehát olyan szakmai arcokat, akikkel úgy jó elbeszélgetni, meg ők is szívesen beszélgetnek esetleg velünk, velem, stb. Majd meglátjuk, milyen sorsa lesz, mekkora érdeklődés lesz. Legfőképp a Sirályban és az RS9 színházban szoktunk előadásokat tartani, most hát még jobbra-balra folynak beszélgetések, ezeket az ember most minek mondja be, mert aztán végül mégse úgy alakul. Ez a két hely, ez nagyjából lefedi a színházi igényeinket, tehát a kocsma színházi cuccokat, azokat, vagy az ilyen igazi ősanderrandosabb cuccokat lehet inkább a Sirályban előadni, ahol az a lámpapark elégséges erre a dolog. És mit tudom én, hogyha valami olyan van, ami, tehát például ez a darab, ez az RS9-ben kerül bemutatásra a tervek szerint, mert igényel technikát, mert igényel ezt, azt, amazt, és ezt nyilván ehhez, tehát a technika szép dolog, hogy van esetben szponzorunk, aki adja, de hát azért a 380 az kell ahhoz, hogy ez működni tudjon, persze az valószínűleg megvan a Sirályban is, de szóval meg ezer apró ilyen dolog, hogy dimmer, pult, ami miatt érdemes váltogat, meg hát van olyan, hogy a közönség fel is mit kommunikál az ember, hogy ez inkább egy olyan cucc, hogy gyere le a Sirály pincéjébe, vagy inkább egy olyan cucc, hogy gyere be az RS9 színházba, ami egy underground színház, befogadó színház, de azért mégiscsak egy ilyen, van ruhatár, van mit tudom én, ilyen kis büfépult, és mit tudom én, és akkor nyilván bizonyos darabokhoz inkább ez illik. Mitől zsidó? Ez egy nagyon fura kérdés, tehát hogy az szörnyű, hogy vagy mondok egy ilyen jól hangzó kamu lőzungot, és akkor körülbelül egy mondatban válaszolok, de nem igaz, vagy egy órát beszélek. Tehát akkor ezt felvállalva maradjunk a gamut lézunk, vagy szóval egy súlyos leegyszerűsítésnél, azért mert akik csinálják, azoknak szöve zsidó, akiknek csinálják, meg nagyon jelentős része zsidó. Amilyen témákat választunk, azok nagyon gyakran érintenek zsidókulturális dolgokat minimum, nagyon gyakran nyíltan zsidó aktuális politikai üzenetek vannak elküldve, amik kimondottan így a mi zsidó életünkre érvényesek. Ez hozzá is tartozik a zsidó színháznak az arculatához. Azon kívül van rengeteg, ami meg inkább ilyen művészi, technikai, szakmai, hova helyezed a nézői gyújtópontot egy katolicizmuson nevelt társadalomban. Előre középre nálunk, például az én rendezéseimben viszonylag rendszeres, hogy a Bima pontot tekintem oltárnak a közönség közepén, és tehát hogy általában a keresztény kultúrában a legnagyobb teatralitás annak van, amikor valaki ott elől feláldoztatik. A zsidó kultúra, mert a színház az a társadalomának a liturgiájára épül. Míg mondjuk egy zsidó színházban, amit velén kísérletezgetek, abban például a gyújtópont az, amikor valaki a közönséghez nagyon közel, középen megvilágosodik, megért valamit, felfog valamit, kvázi úrszentségű felmutatás versus túraolvasás. Tehát, hogy éppen úgy, ahogy ennek a kétfajta kultúrának más a liturgiai hagyománya, éppen úgy más kulturális idegvégződésekre kell és lehet rátapintani, és ezt színházilag is nagyon izgalmasnak tartom. Tehát ez csak egy példa volt. Nyilván még van számos különböző dolog, tehát hogy maguk egy zsidó közösség működése más, mint egy európit közösségnek a működése, és ennél fogva egészen más színház szervezést és színházvezetést is követel. Tehát azt gondolom, hogy így az utolsó személy, aki autoriter vezetést sikerrel meg tudott valósítani a zsidók között, ez Salamon király volt, és annak amint meghalt, ketté szakadt a birodalma. Tehát egyszerűen ezt a klasszikus, rendezőközpontú, fegyelem alapú színházat a zsidók között értelmetlen megpróbálni, mert kudarcra van ítélve. Persze sokan próbálták már, és meg is buktak annak rendje, és mondja szerint vele.
De például ez is egy ilyen kísérlet, hogy akkor egy ilyen demokratizáltabb struktúrával, tehát színházi, de mégis demokratizált struktúrával dolgozunk, hát majd meglátjuk. De az izraeli darabok, nem izraeli darabokhoz, azt gondolom, hogy a közönségtől nem nagyon érzek arra. Hát biztatást persze bárki előállhat, tehát hogy éppen ez a demokratizálás lényeg, hogy így persze bármikor jöhet egy kolléga, aki azt mondja, wow, én egy izraeli dolgot akarok megcsinálni, ad abszurdum, akár tőlem csinál, hogyha héberül is, csak tanítsa meg előtte a társulatot, meg a nézőt is, mert mondjuk magyar néző az így nem nagyon szokott tudni héberül, de meg nem, általában ennél sokkal közelebbre helyezzük a fókuszpontot. Tehát azt gondolom, hogy Izraelről volt már olyan, hogy szó volt a színpadon, de nem tudom, valahogy lehet, hogy én vagyok ez még túl műveletlen, vagy nem olvastam elég izraelit, valószínűleg nem olvastam elég izraelit, és ezért nem mozgatott meg azon kívül. Valahogy mindig más jön. Tehát, hogy azért ez mégis egy ihletalapú játék, hogy és nem most próbálom szofisztikáltan megfogalmazni azt, amit nem szofisztikáltan szoktam, hogy az a kérdés, hogy a művész mi hoz lázba. Tehát, hogy mi hoz izgalomba. Valahogy eddig még így tehát így senki nem jött izgalomba arra, hogy wow, és akkor az izraeli, mit tudom én, melyik darab ilyen zseniális, pedig biztos az, csak nem jut a kezünk, mert hogy akkor nagyobb valószínűsége van a pesti művészembert egy Csehov vágja arcon, mint hogy egy mit tudom, Efraim Kison. Persze vannak, akik ilyenekkel dolgoznak, és dolgozzanak is, tehát hogy nem tudom, tényleg nem tudom. Ne gyertek el a budapesti zsidó színházba, inkább unatkozzatok otthon. Legyen ez az üzenet. Unatkozni otthon. Szóval gyertek, sok szeretettel várunk benneteket. Nézzétek www.zsidósziász.hu. Remélhetőleg a havi program azért csak rajta van. Köszönöm szépen a figyelmedet. Akkor most, ha megengeded, vissza is. Álszolgok, csalgunk mindenkit.